start elindult az 1600 méteres verseny, gyengén indult Vanília. Vanília gátversenyen is próbálkozott, elég eredményes volt tavaly. Ő indult gyengében, miközben Riddick az, aki vállalja magára a vezetést. Riddick mögötte Bossanova. Bossanova teljesen máshogy galoppozik, mint tette ezt legutóbb, de azért erre lehetett számítani. Riddick pedig előnye másért-két hozzá tehető, nagyon jól együtt haladó mezőnnyel szemben. Jankát látom, Sámánköt látom, viszonylag jó pozícióban a vezető lovak mögött. Bossanova hozza a mezőnyt, az élen pedig továbbra is vezet Riddick. Jön az ezres tábla, és Riddick fogja elsőként elérni. Tékból egészen kívül fog fordulni, csak úgy, mint Janka. Benn a falon pedig nagyon jól helyezkedik Sámánkő. Panyi Mátyás jó pozíciót talált magának. Egészen jól benn a falon van Halidé, igaz ő hátrébb. Előtte pedig úgy látom, hogy 11-essel Judit színei tűnnek föl. Szépen lassan megnyúlni látszik a mezőny, hogy azért erre lehetett számítani. És hát Riddick nem sokkal teketúriázik. Most már az egy 8-10 hosszas előnynek tűnik, ami azért handicapben nem biztos, hogy szerencsés, bár nagyon sok van még hátra. Seteli az, aki megpróbálja utolérni, ő van ott a második pozícióban. Vezet Riddick óriási fölénnyel a 400-as táblánál, Seteli mögött a második. Sámánkő hiába volt jó pozícióban, nem nagyon tud följebb jönni. Vanília viszont elindul a mezőny végéről, Vanília számára lehet még itt egy dobogó. Riddicktől nem nagyon lehet elvenni ezt a győzelmet, a távoszlopnál gyakorlatilag föl is kell majd őt tartani. Mögötte óriási rendülettel megindulni látszik Vanília, azért a végén ez így még szoros lehet. Riddick vezet, jön Vanília, lépésről lépésre, ne csak megközelíteni tudja, csak rászaladni tud, egy gyenges tartott közepén jön Vanília. Riddick a nyerő Bihar Alexandrával nagy-nagy stílusban győz. Hát ilyen.